A Kézdivásárhelyi SE és a Marosvásárhelyi Sirius csapott össze a női kosárlabda bajnokság 17. fordulójában. A kézdivásárhelyiek a második negyedben hagyták állva az ellenfelet, és fölényes győzelmet arattak. Kézdivásárhelyen lépett pályára a KSE és a Marosvásárhelyi Sirius csapata a női kosárlabda bajnokság 17. fordulójában. A találkozó kiegyensúlyozottan indult, az első negyed végére azonban a KSE kezdett elhúzni, amit a második negyedben teljesített ki. Debrecit a palánk alatt nem tudták megállítani, így félidőben már 42-26-ot mutatott az eredményjelző. A szünet után a Sirius kiegyensúlyozta a meccset, de csak mérsékelni tudta a vereség mértékét. A kézdivásárhelyiek 80-55-re győztek. Már a 6-7. Percekben uraltuk a mérkőzést egészen a végéig. Elsősorban a védekezésünk volt tökéletes, különösen az első negyedben. Tudtuk, hogy játszik az ellenfél, és hogy jó játékosaik vannak, de ha a statisztikákat nézzük, jobban teljesítettünk. Úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a bajnokságban, a támadást és a védekezést egyaránt figyelembe véve. Nagyon jól sikerült felkészülnünk erre a mérkőzésre, több időnk is volt, ugye. Voltak azért edzésen hátrányaink, betegség, Bogi válogatottban volt, ami igaz jó dolog, de hogy kevesen voltunk. De most mérkőzésen azt láttam, hogy nagyon felkészültek voltunk védekezésbe, tehát hogy a védekezésben voltunk igazán, és ugye a támadásban ezért jöttek a pontok. Kis István, a Marosvásárhelyi Sirius klubelnöke híradónknak elmondta, bár a KSE megérdemelte a győzelmet, néhány dologgal nem értett egyet a meccs folyamán. Elég nehéz szezonunk van az idén, és egy csomó sérülés, egy csomó problémánk van, egy csomó olyan dolog, amit nem tudtunk kellőképpen kezelni, de több olyan meccsünk volt, és ez nem az első, ahol ellenünk fújtak egyértelműen, és csak annyit tudok ajánlani a bíróknak, hogy nézzék vissza nyugodtan holnap után ezt a meccset, és akkor majd meglátják, hogy fújtak. A vásárhelyi csapatok legközelebb szombaton lépnek pályára. A kézdivásárhelyi SE a Sepsiszik otthonában játszik, míg a Marosvásárhelyi Sirius a kolozsvári U csapatát fogadja.